És játszottak, aztán legutóbb kikaptak 3-0-ra a CSKA-tól. És Huszti Szabolcs beadása és a meccs kulcsmomentuma a 14. percben Vlagyimir Bystrov góljával vezet a Zenit. Elképesztő ez a pali, mármint nem csak Huszti, akinek már több ilyen remek beadása volt a meccse, hanem Bystrov is, akinek ez volt a harmadik meccse, amióta átszerződött, vagy visszaszerződött a Spartak Moszkvából, és a harmadik gólja, emellett meg még adott 3 gólpa.